Na, sziasztok, idő lesz után. Illetve boldog karácsonyt mindenkinek. Itt újra ez után, úgyhogy jó, figyeljétek mostanában. Én már csináltam egy Dead Rising, vagy ki Dead Rising módon csináltam, egy story módon, másikat pedig Infinity módon. Ez most annyiban fog különbözni ettől, hogy legutóbb 16 napos túlélő lettem, úgy azzal, hogy 16 nap 3 óra alatt tudtam túlélni ezt az egész poklot. De ezúttal változik a dolog, mert karácsonyt arra használtam fel, hogy végig szenvedjem a 17 napot. Ugyanis most a termelem az, hogy elérem a 17 napot. Nem tudom, ki látja azt az órát, amit elér a 12-t, már sikerült a 17 nap. A 17 nap elérésével már én ezek a túlélés mestere. Legutóbb nem sikerült volna semmilyen módon elérnem azt a 17. napot, mert sok helyen követtem el hibát, sokszor adtak meg a zombik. Hagytam, hogy egy blokkot elintézzék a zombik. És nem jól fogyasztottam el a kaját, mixer juice-t meg a steak-et. Ugyanis azért nem sikerült legutóbb elérnem a 17. a 18. napot, mert a mixer juice-t és a steak-it azt a 8. napig meg kellett spórolnom. De végre első alkalommal sikerült ezt összehoznom. Tehát a terv az volt összegyűjteni legalább 11 mixer juice vagy steak-et, hogy egy az a könyvem, ami most kezében, az együtt az összes HP-mat visszaadja. Aztán fel kell kutatnom az összes kaját, ami van ebben az ebben a plázában, vagy áruházban. Ami úgy 7 napot és 7 órát vett igénybe. És sikerült elérnem, hogy a zombik ne harapdáljanak egyfolytában, úgyhogy néhány pillanat is mindjárt meg lesz a 17 nap. De hát egy karácsonyi csodát tettem azzal, hogy azzal, hogy túléltem a 17 napot. Mert itt maximum 17 nap, 7 órát lehet túlélni. Csak pár helyen követtem el hibát, amikor nem volt nálam az a Real Mega Buster. Ami azt megkapnátok párszor a zombik. És válasz, hogy miatt egy kicsit veszítettem úgy 20 percet. Hogy vagy akár egy órát is. Tehát itt, hogy lehet elinni a 17 napot? Ezt is meg kell szerezni a sziopaták mixer juice-ait, illetve steak-jeit. Aztán megszerezni az összes kaját, ami van az áruházban. Aztán várni a halál pillanatát. A stratégia elolvasásához angolul érteni kell, mert az el kell olvasni a stratégiát, amit az interneten lehet találni. Mert tudod keresni, hogy Google-on beírjuk, hogy Dead Rising 17 Days, és keresni találatokat, hogy mely segít igazán. Jó, van egy pillanat, és mindjárt meg lesz a 17 nap. Nem tart már sokáig. Két perc. És igen! Megvan! 17 nap! Jó, már csak az a kérdés, hogy mennyi adódik majd hozzá. Az utolsó percekre. Hát ide fel kellett állnom. Legutóbb egy riftben haltam meg, csak hogy rájöttem, hogy nem ott kellett volna meghalnom. Ugyanis van itt egy rés. El kell tennem, hogy itt potyogjak le, hogy nyerjek még plusz egy percet. Amint megmutatja a végeredményt, már benne leszek a top 100-ban. Persze igaz, hogy nem rankinge, de a YouTube is elfogadható bizonyítéknak fog megfelelni, hogy túléltem a 17 napot. Igaz,
szodalmasan is bemutathattam volna, de már megtettem, amikor 16 napos túlélő voltam, és úgy is unalmasnak találtátok volna. Azért nem csináltam belőle top premiért. Oké, már csak 3 HP van. Amikor a vonal eléri a végét, akkor ahhoz a részhez megyek, a könnyű leesni. És elérem valahogy, hogy lezuhanjak innét. Persze volt két olyan juice is, amivel lehetett hozzáadni még 4 percet ehhez az Energizer segítségével. A pszichopaták között nem mindenki kötelező kinyírni. Ja, igen, és még valami. 20 percen át kell türelmetlenkedni. Itt nincs más meg. A 11 napot máshogy nem lehet elérni. És aki leginkább írja a tünet, csak az juthat el idáig. És kétlem, hogy lenne bármelyik magyar, aki ezt meg tudná dönteni, amit most fogok csinálni. Még Renki nélkül is a 100 legjobbjai közé kerülhetek. Mert valaki már elérte a 17 nap 7 órától valahogyan, de hogy hogyan, azt nem tudom, mert... Lehet, hogy és azt már úgy arra rájönni, már biztosan nem fogok soha. De nekem nem az a szándékom, hogy a legjobb, hogy mindenkinek ügyesebb legyek egy játékban, hanem hogy mesterévé váljak minden játéknak. Na csak 2 HP, már nem tart sokáig. De igen, az 1 órától részhez kell mennem, úgy megpróbálom még egy percet hozzáadni. Ha nem sikerül, az sem baj. Mindenhol meg kellett akadályoznom, hogy zombik megharaphassanak. Mert egy harapás 20 perc veszteség. Ha véletlenül elfogyasztottam volna egy 4 órás tárgyat, ami visszadja a teljes HP-t, már esélytem volna a 17 napot. Már nem tart sokáig. 3-4-1-kor már újra. Ilyen az utolsó HP. Tehát karácsony alkalmából újabb nagyszerűséget csinálok az I Wanna Be The Washi után. Amint ezt a 17 napot megmondja nekem, már egyszer és mindenkor lezárhatom ezt a játékot. És mindenhol található? Hát minden körül kell nézni. Jól el kell olvasni, amit angolul írnak. Stratégia olvasás nélkül idáig nem lehet. A wikiában van benne válasz, hogy illetve fandom oldalon. Utána elárulnak mindent, ami szükséges ahhoz, hogy elérjük a 17 napot. Hát az is volt már probléma, hogy nem olvastam el rendesen, amit a stratégiában írtak, mert akkor még nem olvastam el, hogy a steak az 6 HP-t ad vissza, és nem 4-et, mert azt hittem eddig, hogy 4-et. Azért sem sikerült. Jó van, mindjárt meg az a 14 nap 1 óra. Jó van. A 17 naphoz hozzáad, hogy még 1 óra, tehát így már 6 órához leszik ki közelebb. Jól van, már készüljünk. Próbálj meg elérni, hogy jó volt. Na. Jász. Úgy. Megpróbáljuk, hát ha így sikerül. Ez az! Remek!
17 nap, 1 óra, 7 perc. Na ezt a Facebookon biztosan fogom fényképezni bizonyítéknak. Na ez a legszuper tési, amit ma nyújthattam. Köszönöm, Karcsony, hogy nem osztál ám bazzöncsit. Jó van, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot. Legközelebb a Dead Rising of the Record-ra fogom játszani, de angol nyelven, ugyanis az eredeti módot már kijátszottam. Úgyhogy jól most lenne megint magyarul beszélni erről. Úgyhogy... zárjuk ezt az ügyet. Egyszer is mindenkorra. És tűnés. Mára búcsúzom. Boldog karácsonyt mindenkinek. Mm.